Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Újra kell számolni a főpolgármesterekre leadott érvénytelen szavazatokat, így döntött az MVB vitézi fellebbezése után. Felháborítónak tartja Gulyás Gergely, hogy az Európai Bíróság elítélte Magyarországot a menekültügyi szabályok miatt. És Balogh Zoltán alapvetően továbbra is ártatlannak tartja K. Endrét, erről ő maga beszélt a 777 blognak adott interjújában. Újra számolják a vasárnapi önkormányzati választáson a főpolgármester jelöltekre leadott érvénytelen szavazatokat. Így döntött tegnap esti ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. Vitézi Dávid szerda délután adta be fellebbezését a bizottsághoz, arra hivatkozva, hogy a bizonyítékok alapján 202 szavazókörben olyan szavazatokat is érvénytelennek nyilvánítottak, amelyek érvényesek voltak. Az LMP által támogatott jelölt másik indoka a fellebbezésre pedig az volt, hogy az önkormányzati választáson 76-szor annyi érvénytelen szavazat volt Budapesten, mint a Karácsony Gergely és Vitézi Dávid közötti különbség. A választási bizottságban egyébként hosszas vita előzte meg a szavazást, de végül 12 igen szavazattal, 4 nem ellenében elrendelték az összes fővárosi szavazóköri urna felbontását, és a vasárnapi főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak átvizsgálását és újra számolását. A Nemzeti Választási Iroda közben azt is közölte, hogy pénteken számolhatják újra a szavazatokat. Nem csak Budapesten, Győrben is a szavazatok újraszámlálása jöhet, miután az októberben leköszönő kormánypárti polgármester bejelentette, kezdeményezni fogja a voksok ismételt átszámolását. A város leendő polgármestere Pintér Bence szerint Dézsi Csaba András ezzel a kezdeményezéssel a saját apparátusát támadja. Közben Budapest első kerületében a választásokat elveszítő Vénaszályi Márta jelentette be, hogy átjelentkezések miatt tett feljelentést a rendőrségen. Szinte könnyekig hatódott a választások éjszakáján Győr új polgármestere. 18 év után ellenzéki jelöltet választottak a helyiek. Dézsi Csaba Andrást szoros küzdelemben az LMP és a Momentum jelöltje Pintér Bence győzte le. Dézsi a Kisalföldnek ugyanakkor azt mondta, újra fogják számoltatni a szavazatokat. Kerestük a leköszönő polgármester, de nem értük utól. A megválasztott polgármester viszont azt közölte, hogy jogi lépést eddig még nem tett Dézsi Csaba András. Csütörtök délután 4-kor jogerőre emelkedik az eredmény. Úgyhogy figyeljük ezt a helyzetet, állunk elébe, hogy újra számolás van. Én azért tartom furcsának a dolgot, ugyanis ezt a választást ugye a Dézsi Csaba András által vezetett apparátus bonyolította le, tehát gyakorlatilag a saját apparátusát támadja jelen pillanatban. Az első kerület vesztes polgármestere az átjelentkezések miatt tett rendőrségi feljelentés szerinte szervezett választási visszaélés történt. Nem csak a venezuelaiakról van szó, hanem arról is, hogy az egész kerületben több olyan választókörzet is volt, ahol láttuk azt, hogy az utóbbi időszakban valószínűleg szervezetten zajlott embereknek a betelepítése. Nem ilyen koncentráltan, mint a Máltai Szeretet Otthonban, hanem szétszórtan, sok lakásban, néhány emberenként. Az MSZP és Horváth Csaba szintén a távozó polgármesterek között van. Zugló jelenlegi vezetőjét a Momentumos Rózs András váltja októberben. Ellenem egy meglehetősen tisztességtelen kampány folyt évek óta, aminek az egyik élharcosa maga Hadházi volt, a másik élharcosa pedig a Fidesz. Tehát nem volt még egy település, ahol belső és külső ellenzékkel, ellenséggel egyszerre kellett harcolni. Ennek az erejét én nyilván nem láttam. Ennyire nyugodtan, eredményvárón, sem lelkileg, sem pulzus számra még soha nem voltam, mint vasárnap. Eger leköszönő polgármestere viszont fellélegzett. Úgy érzi, munkáját tisztességesen elvégezte, ugyanakkor az elmúlt ciklus nagyon nehéz volt számára. Az 5 évből talán 2 hónapja volt csak békésnek mondható. 2019 év végén, amikor átvettem ezt a hivatalt, akkor gyakorlatilag azonnal el kellett kezdeni költségvetést csinálni, és épp, hogy meglett a költségvetés, már beütött a Covid, aztán a háború, az energiaválság, és így tovább, és így tovább, és mindezt párhuzamosan hát tetézték a 2020-tól gyakorlatilag folyamatosan az ellenzéki oldal belső konfliktusai. Helyére a fideszes Wagner Ákos ül Egerben. A 10 000 fő feletti településeken és a fővárosi kerületekben összesen 58 helyen kezdi meg a munkát októbertől új polgármester.
A népharag az ellenzékre irányult. Az ellenzék az, amit valójában a Tisza párt teljes mértékben oldalra sodort, jelentette ki a Partizánnak adott interjújában Medgyessy Péter. A volt miniszterelnök úgy látja, a 2026-os választásig még van idő, hogy újra megszervezzék magukat. A Vasárnap nagyot bukó, az elmúlt 14 évben elkényelmesedett pártok. Ám ehhez az egykori kormányfő szerint előbb le kell vonniuk a vereség konzekvenciáit. A kérdés az, hogy milyen következtetéseket von le a Feri, utalt Gyurcsány Ferencre Medgyessy, aki szerint bármilyen jó képességű ember is, egyébként a DK elnöke, neki le kéne vonni a következtetéseket, hogy az emberek nagy részénél ő személy szerint taszító. Hozzátette, Dobrev Klára is kezd a nem vonzó személyiségek közé kerülni. Komoly kritikát fogalmazott meg a KDNP-vel kapcsolatban az önkormányzati választáson óriási többséggel újra választott Cserpa Alkovics András. A székesfehérvári polgármester egy konferencián értékelte a választási eredményeket, amikor megkapta azt a kérdést, hogy hogyan érte el, hogy ne szerepeljen a neve mellett a KDNP logója. Ugyanis ő az egyetlen olyan nagyobb városvezető, akinél ez így van. Cserpa Alkovics András válaszában leszögezte, hogy abszolút hívő, római katolikus, majd azzal folytatta, hogy idézem, valós politikai szervezetek és közösségek jelennek meg mindenhol, és most a városról beszéltem természetesen. Nehéz hónapok és nagyon sok munka vár Magyar Péterre a Tisza párt felépítéséhez, vélik a Híradónknak nyilatkozó szakértők. A Nézőpont Intézet elemzője szerint Magyarországnak nincs tartalék elitje, és ez nehezíti a Tisza felépítését. A Republikon Intézet kutatója pedig arról beszélt, hogy a potenciális tagok egyik legnagyobb motivációja az Orbán rendszer megdöntésének reménye. Egy közösség felépítéséhez azonban ez nem biztos, hogy elég. Holnap utántól nekiállunk a közösségünk felépítéséhez. A legkisebb településtől a legnagyobbig, megyeszékhelytől Budapestig, mindenhol meg fogjuk találni a legmegfelelőbb embereket, akik valós alternatívát kínálnak a korrupt, levitézlet, tehetségtelen és lusta politikusoknak. Magyar Péter már a választások éjszakáján beszélt arról, hogy a siker után most fel kell építeniük a Tisza pártot. A politikus vasárnap éjjel azt is elárulta, rengeteg szakember jelentkezett hozzájuk. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a Tisza szavazóinak száma alapján az építkezés akár könnyű is lehetne, de a kritériumaik miatt nem lesz az. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az embereknek a politikai átvilágítása is nagyon fontos. Ugye ezt meglehetősen sejtelmesen fogalmazta meg, tehát nyilván ebben nagyjából nem tudunk semmit arról, hogy ez alatt mit ért. Tehát mondjuk azt érti-e alatta, hogy senkivel nem akarnak együtt dolgozni vagy együttműködni, aki nem 2010, hanem 2002 óta, tehát mondjuk, sőt, akár 1998 óta kötődik valamilyen állami vállalathoz, kötődik a kormányzathoz. Erdélyi Rezső Krisztián szerint Magyarországon nincs tartalékelit. A legtöbb szakember így vagy úgy, de kapcsolódik a politikához, az állami vállalatokhoz. Az elemző azt nem tartja valószínűnek, hogy Magyar Péter átvenne olyan politikusokat, akik más pártokból érkeznek. A Republikon kutatója szerint viszont Magyar Péter nem zárhat ki mindenkit, aki ebből a körből érkezik. Szüksége lesz olyan emberekre, akik már láttak ilyet. Tehát politikához értő szakemberek, és ugye nem csak a politikusok vannak a politikai pártok, hanem szakértők, szervező emberek, gyakorlatilag menedzserek, akik önmaguk nem levitézett politikusok. Slanger Márton szerint a Tiszának vidéken is van keresnivalója. A vidéki Fidesz egyik ütőkártyája, a helyi, úgymond kiskerek polgármesterek ütőkártyája, hogy ha nem választanak meg minket, akkor nem lesz itt nálunk a településen pénz, és ez alatt az építkezés alatt országos kampány pedig nem fog zajlani, tehát országgyűlési kampány a Fidesz részéről, mert még azért csak két év van addig, az önkormányzati pedig lezárult, tehát talán ezek a kérdések már eldőltek, az, ami sokban tartja a vidéki embereket a Fidesz mellett, az most szerintem a Tisza toborzásánál nem fog érvényesülni az a hatás. Híradónk megkérdezte a jelenleg 19 tagú pártól, hogy mikor indítják a tagfelvételt, és van-e konkrét terv a pártépítésre. Választ azonban kérdéseinkre nem kaptunk. Pénteken egyeztett Manfred Weberrel Magyar Péter, erről a Tisza párt alelnöke írt közösségi oldalán. Posztja szerint a találkozó Budapesten lesz, és EP képviselőik néppárti frakcióhoz történő csatlakozásáról folytatnak majd megbeszélést.
Magyar Péter szerint képviselőik belépését az Európai Néppárt elsöprő többsége támogatja. Az egyetlen kivétel a Fidesz-KDNP képviselője Hölvényi György, aki Magyar Péter állítása szerint, idézem, jó fideszes propagandista módjára valótlanságokkal traktálja a néppárti kollégáit. A Telex információi szerint a néppárti csoport már június 18-án megtartaná a saját alakuló ülését. Az Európai Unió bírósága 200 millió euróra, mostani árfolyamon számolva 80 milliárd forintra bünteti Magyarországot, amiért a kormány nem tartotta be az uniós menekültügyi szabályokat, számolt be a Telex. Az összeg jóval magasabb, mint az eredeti javaslat alsó határa, ráadásul naponta 1 millió euróval tovább emelkedik. Az Európai Bizottság a magyar menekültügyi szabályok, például a tranzitzónák miatt indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen. A magyar kormány bezárta ugyan a tranzitzónákat, de nem tett eleget maradéktalanul az elvárásoknak. Így került az ügy végül az Unió bírósága elé. A büntetést várhatóan az uniós támogatásokból vonják majd le. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón felháborítónak nevezte az ítéletet, amely szembe megy mindennel, amit a jogról gondolnak. Nincs összhangban az uniós szabályokkal és a magyar alkotmánnyal is összeegyeztethetetlen. A miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, tanulmányozzák az ítéletet, ezután döntenek a következő lépésekről. A tárcavezető a hétvégi választásokkal kapcsolatban azt mondta, az eredmény stabil hátteret ad a kormány számára. A Fidesz több szavazatot kapott, mint a második, a harmadik és a negyedik helyezett együttvéve. Hozzátette, a kormány megerősödését mutatja, hogy a NATO főtitkárával is sikerült megállapodni abban, hogy Magyarország kimaradjon a szervezett ukrán missziójából. Ha nincs kiállás a békepárti álláspont mellett, akkor nem tudták volna elérni, hogy Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával ne vegyen részt az ukrán misszióban, ami egyébként a háború kiterjedéséhez vezethet, magyarázta. Balogh Zoltán kereste meg Novák Katalint, és azt mondta neki, érdemes lenne kegyelmet adni K. Endrének. Erről a református püspök beszélt a 777-nek adott interjújában. Az egyházi vezető elmondása szerint K. Endrét egészen addig nem ismerte, amíg K. Endre felesége meg nem kereste őt. Ezután pedig meg akart próbálni segíteni. Balogh Zoltán továbbra is alapvetően ártatlannak tartja K. Endrét, és úgy véli, amikor a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese le akart fizetni egy tanút, láthatóan az igazáért küzdött. Amikor az emberrel egy ilyen megrázkódtatás történik, amikor így megrendül, akkor az első az nem a szöveg, az nem a beszéd, hanem a csönd. Ezzel indokolta a 777 blognak adott interjújában Balogh Zoltán, hogy miért nem beszélt eddig a kegyelmi botrányról. A református püspök szerint látszott, hogy ez az ügy olyan módon lesz a választási kampány része, hogy ebben igazán jót nem tudna mondani, ezért sem akart az elmúlt hónapokban nyilatkozni. A felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatni a kegyelmi kérvényét. Ezt már azzal kapcsolatban mondta a korábbi tárcavezető, hogy miért járt közben K. Endre érdekében. Balogh Zoltán elmondása szerint korábban nem is ismerte a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesét. Én kerestem meg ezzel. Ön megkereste a köztársasági elnököt, és tanácsot, javaslatot adott arra, hogy K. Endrének hát igen, adjon. Azt is mondtam, hogy azt kértem tőle, igen, hogy szerintem ebben az ügyben érdemes lenne ilyen döntést hozni. A református püspök arról is beszélt, hogy miért érezte úgy, hogy segítenie kell a kegyelmi kérvény célba juttatásában K. Endrének. Az, hogy ő mindenben úgy járta el, ahogy egy pedagógusnak ebben az ügyben el kell járni, arról természetesen nem tudok meggyőződni, hiszen nem ismerem így az életét, de mondjuk így, hogy mindenképpen nagyon aránytalannak éreztem, és tartottam ezt a büntetést, és egyébként ebben nagyon sokan megerősítettek. Balogh Zoltán kijelentette, alapvetően továbbra is úgy érzi, K. Endre ártatlan. Volt itt egy olyan körülmény, amikor ő megpróbált itt egy tanút befolyásolni, hogy most akkor mondja már el, amit egyébként egyszer korábban már neki elmondott,
hogy ő nem kényszerített senkit semmire. Én abban is azt láttam, hogy ő küzd az igazáért. A korábbi tárcavezető elmondta, súlyos hibát követett el, de ezzel kárt nem akart okozni, és bűnt sem követett el. Az interjúban azt is elárulta, hogy azért nem mond le a püspöki címéről, mert az alapvetően egy lelki megbízatás, amire eskü kötelezi. Elutasította a gyógyíthatatlan állásbetegséggel küzdő Karsai Dániel keresetét a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A délelőtt kihirdetett ítéletet 6 szavazattal egy ellenében hozta meg a testület. Megállapították, hogy a magyar állam nem sérti Karsai Dániel emberi jogait azzal, hogy nem ad szélesebb lehetőségeket számára az életvégi döntések meghozatalában. Kifejtik ugyanakkor, hogy elengedhetetlen a magas színvonalú palliatív, vagyis életvégi ellátás biztosítása, beleértve a hatékony fájdalomcsillapításhoz való hozzáférést. Az ítélet azt is leszögezi, hogy nem aránytalan az asszisztált öngyilkosság büntetőjogi tilalma, illetve annak alkalmazása bármely személyre, aki segít a kérelmezőnek az aktív eutanázia igénybevételében külföldön. Karsai Dániel késő délután sajtótájékoztatón reagál a határozatra. Híradóinkban részletesen is foglalkozunk a témával. Magyarország nem vesz részt a NATO ukrajnai missziójában, viszont a katonai szövetség döntéseit sem blokkolja a jövőben. Ezt Orbán Viktor jelentette be, miután a NATO főtitkárával tárgyalt. A híradónknak nyilatkozó nemzetközi jogász szerint a kormányfő enyhülése akár a Fidesz európai parlamenti pozíciójára is hatással lehet. A volt honvédelmi miniszter pedig emlékeztetett, korábban sem volt kötelező részt venni a katonai akcióban. Orbán Viktor egy rövid sétára invitálta a NATO főtitkárát, mielőtt elkezdték az egyeztetéseket a Karmelitában. A tárgyaláson Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarország lojális és elkötelezett tagja NATO-nak, kötelezettségeit is teljesíti. A találkozót követő sajtótájékoztatón a kormányfő kifejtette, Magyarország több garanciát is megkapott, hogy ne legyen részese az orosz-ukrán háborúnak. Magyarország területén kívül katonai akcióban nem kell részt vennünk, és Magyarország sem pénzt ehhez a közös terviseléshez nem ad, se embert nem küld ebbe a háborúba, se Magyarország területét nem lehet felhasználni az ebbe a háború való bekapcsolódás céljából. A NATO főtitkára elfogadta a döntés és hozzátette, Magyarország így is nagyra becső szövetséges. Az egyik multinacionális több nemzetiségű harccsoportunkat vezetik, fontos katonai parancsnokságoknak adnak otthont, beleértve a több nemzetiségű hadosztályközpontot. A volt honvédelmi miniszter viszont azt mondta híradónknak, a kormányfő csupán a csúcsra járatott kampányszlogánből igyekszik kimenekülni. Korábban sem volt kötelező egyetlen egy NATO tagállamnak sem részt venni olyan katonai akcióban, amely valamilyen nemzetközi feladatot jelentett volna, kivéve azt az esetet, hogy egy NATO tagállamot megtámadnak, de ilyen nem fordult elő. Juhász Ferenc egyébként úgy véli, Stoltenberg a NATO új főtitkárának megválasztása miatt érkezhetett, azért, hogy az később a magyar fél se blokkolhassa. Az orosz-ukrán háború kapcsán a miniszterelnök azt is kijelentette, Magyarország álláspontja eltér a többség álláspontjától. A kormányfő szerint Magyarországnak nincs elég ereje ahhoz, hogy ezt megváltoztassa. Magyarország a mai tárgyáson világossá tette, hogy nem kíván blokkolni olyan döntéseket a NATO-ban, amelyek bár eltérnek a mi helyzet értelmezésünkből fakadó észszerű döntésektől, a többi tagállam által osztott és szorgalmazott döntések. Lattman Tamás szerint nem meglepő, hogy a kampány után békülékenyebb hangnemet ütött meg Orbán Viktor. Ez adhatja a NATO tagállamok és a Magyarország közötti hűvös viszonyt. És bár közvetlen kapcsolat nincs, de az EP választás követően a kormánypárti képviselők dolgát is megkönnyítheti. Az is benne van akár, hogy az európai parlamenti pártcsoportokban régóta hajléktalanként dülöngélő fideszes képviselők számára is, megnyílhatnak bizonyos ajtók. Ez még előttünk van, meglátjuk, nem zárom ki, hogy van ilyen komponense is ennek a történetnek. Orbán Viktor úgy látja, hogy a kormány fair megállapodást kötött a NATO főtitkárával.
A híradó végén a fórum témáit Szlazsánszky Ferenc mondja. Szervusz, Feri! Szervusz, Anna! Köszöntöm a kedves nézőket! Budapesten újra számolják az érvénytelen szavazatokat, ez az egyik, amit javaslok. A másik az előbb látott hír, hogy itt tárgyalt Budapesten tegnap a NATO főtitkár. A harmadik pedig, hogy Medgyessy Péter szerint az a kérdés, hogy milyen tanulságokat von le Feri. Ha az a kérdés, hogy de milyen Feri, Gyurcsány Ferenc a DK elnöke, a tanulságot pedig azért kell levonni, mert elég gyengén szerepelt a baloldal a vasárnapi választáson, úgyhogy ezt is javaslom megbeszélésre. Köszönöm szépen, Feri. Most tehát jön a fórum, híradóban pedig legközelebb 17:25-kor Gesztesi Máté várja önöket. Én már megköszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!